A Vidám Park mellett ingyenes szűrővizsgálatokkal is várták az érdeklődőket Nyírbogáton a Városháza mögötti téren, ahol idén is megrendezték a bogáti forgatagot. Seszták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, idén nagykorúvá vált a fesztivál. 18. alkalommal rendezik már meg a bogáti forgatagot, és ha jól emlékszem, egyről sem hiányoztam. Tehát ez egy olyan rendezvény a nyár végén, amely szinte kötelező a megyei közgyűlés elnöke számára, de nagy örömmel teszek eleget ennek a kötelezettségemnek, hiszen mindig remek programok vannak, nagyon jó közösség van, bemutatkoznak a környékbeli amatőregyüttesek, van egy sztárfellépő is, mindig olyan nívós és igazán értéket közvetítő sztárfellépőt is választanak, akikre büszkék lehetünk, vagy akik nagyon jó szórakozást emellett biztosítanak itt a jelenlévőknek. Ez egy jó találkozási lehetőség így a nyár végén, egy remek szórakozási lehetőség, és hát gratulálok a nyírbogátiaknak, polgármesterasszonynak, képviselőnek, hogy ezt a rendezvénysorozatot éltetik. Csak azt tudom kívánni mindannyiunknak, hogy a 20. alkalommal is itt legyünk, sőt talán 36. is. A rendezvény megnyitója után a nyírlugosi népdalkör lépett színpadra, amely számos rangos elismerést tudhat a magáénak. Mátyus Arnold mulatos összeállítása után a szilágycsehi testvértelepülés néptáncosai szórakoztatták a nagy érdeműt. A Berekenye néptánc együttes évtizedek óta neveli ki az újabb és újabb néptáncos generációkat, és ez alkalomra a nyírbogáti táncosokkal közös műsorszámmal is készültek. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a bogáti forgatag történetében voltak nehéz idők, de mára már nagyobb költségvetésből tudják megszervezni a rendezvényt. Az elején nem volt egyszerű dolog 2005-ben, amikor ezt a községházát adtuk át, Orbán Viktor miniszterelnök úr vágta át a szalagot. Nem volt egyszerű történet, akkor megszervezni, ugye pénztelenség uralkodott az országban, és voltak nagyon nehéz időszakok, amikor 100-200 ezer forintot is nehezen gyűjtött össze az önkormányzat, de hála Istennek most a polgári kormány figyel arra, hogy a közösségeink, a civil közösségeink, egyházi közösségeink, nem különben pedig a település közösségei lehetőséget kapjanak. Sokkal nagyobb a költségvetése már egy ilyen rendezvénynek, mint akkor volt. Más zenekarok lépnek fel, habár ugye az első zenekarra emlékszem, az az Edda együttes volt, akkor is megszorítottuk a nadrágszíjat és a legjobbat hoztuk. Azóta ez nem változott. A nyírbogáti polgármester azt mondta, igyekeztek minél színesebb programokat összeállítani. Szerinte a bogáti forgatag sikere a közösség megtartó erejében rejlik. Elsődleges célunk, hogy az itt élőknek, Nyírbogát lakosságának, és a térség lakosságának a hétköznapjait tegyük színessé. Valóban a nyarat tegyük feledhetetlenné a gyerekeinknek is, és a felnőtteknek, és az idősebb korosztálynak is. A rendezvényre a belépés ingyenes volt, a bogáti gyermekek számára pedig ingyen jegyet biztosítottak a Vidám Park kipróbálására is. Az est sztárfellépője a Bagosi Brothers Company volt.